először rendeztek legális gyorsulási versenyt a pesti alsó rakparton. A vetélkedés sztárja egy 2700 lóerős versengép volt, amelyet a gazdája Dragacsnak nevezett el. A szervezők remélik, hogy a hasonló eseményekkel rábírják a fiatalokat, hogy ne a forgalomban, hanem az ilyen eseményeken mutassák meg, milyen a magyar virtus. Voltak, akik egészen kicsi motorral vágtak neki a 201 méteres távnak. Mások inkább a nagy motort választották a pesti rakpart gyorsulási versenyén. Az igazi sztárok ennek ellenére nem a motorok, hanem az autók voltak. A többi között ez az 1937-es fehér csodagép. A külseje az tükrözi a régi mi voltot, ezt a 37-es évjáratú Chevy kupénak a mi voltját. Egy picit meg lett ültetve, de szinte a gyári tükrözi. Annyi tartozik hozzá, hogy a gyárihoz különbség, hogy ebben jelenleg 1200 lóerő uralkodik. A verseny leggyorsabb verdája ez a 2700 lóerős versenygép volt. Tulajdonosa Dragacsnak nevezte el az autót, amellyel a többi között már megjárta a Hockenheim ringet is. Kohári Zoltánnál senki sem volt gyorsabb ezen a napon. Ő egyébként nem csak versenyző, hanem szervező is volt a rakparti gyorsulási versenyen. Ennek a versenynek kettő célja volt. Az egyik az, hogy közel hozzuk azokat az embereket, akik nem jártak még gyorsulási versenyen, és megtapasztalják Budapest szívébe ezt. Második pedig az illegális versenyek ellen küzdünk, az, hogy szervezett keretek között, szabályokkal és egy jó rendezvénnyel gyorsuljanak inkább a fiatalok, illetve az idősebbek, mint hogy az utcán próbálják ki az autóikat. Aki pedig azt hiszi, hogy csak a legdrágább amerikai verdákkal lehet jól menni, az téved. A rakparti versenyen Suzukik, Skodák, sőt, Kispolszkik is voltak.